Tudtad azt, hogy a keresztény élet az diadalmenetből áll? Várjál, most miért nagyon hamar rámondtad az áment. Tudod mi az, hogy diadalmenet? A diadalmenet az nem háború. A diadalmenetet akkor tartották, amikor már a háború eldőlt, és sikeresen megnyertük a háborút. Az, hogy a keresztény élet diadalmenet, és ezt mondja Pál apostol, hogy ebben járunk, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus megnyerte a háborút. Hallod? És nekünk pedig magasztalnunk kell az Urat. Diadalmenetben járunk, hogy elfoglalod azt a magasztalásnak a helyét, hogy Jézus Krisztus dicsőíted, magasztalod, te is ott vagy, ő mellette a diadal szekéren, vagy hogy mondjam, az a, tudjátok, amikor a cézárok, vagy hadvezérek, nagy hadvezérek bementek, vitték a foglyokat megkötözve, ezek meg mentek, az egész nép, egész város, egész Róma diadal kiáltásokban, örömújongásban, tehát dicsérte ezt a hadvezért. Gondolj, hogy elszállhatott az agya, aki ott volt a szekérben. Ezért gondoskodtak róla, hogy egy rabszolgát odaállítottak, és végig, miközben ment a diadal éneklés, miközben ment a kiabálás harsona, és akkor ott volt egy ember a fülénél, odaállították, és mondták neki, hogy nézz hátrafele, te is ember vagy. Te is ember vagy. Te is ember vagy. Mielőtt elszállt volna az agya. Mert ilyen ünneplést, tehát amin átment. Na, Jézusnak nem kell odaállni, hogy elszáll az agya. Jézusnak nem száll el az agya. Ő tudja, hogy kicsoda. Tisztában van azzal, hogy kicsoda, és emberként megalázta magát, és kiderült, hogy ez a hozzáállása méltóvá tette arra, hogy a Isten jobbján helyet tudjon foglalni. Visszatérve,